Üdvözlök minden kedves hallgatót, Marceli Petra vagyok, ez pedig itt a Tix a stúdióban a vendégem Rácz Gergő. Szia, Gergő! Szia, sziasztok! Hogy vagy? Jó vagyok, köszönöm szépen itt a megpróbáltatások után a hidegben, de most már így jó itt a stúdióban. <laughs> Jól átmelegedtél akkor. Hát kezdek Kezdesz? felengedni. Igen. Éjjel, akkor talán a végére egészen, egészen feloldódik majd a hangulat. Nos, hát ugye említetted korábban, hogy decemberben jó sok fellépésed volt. Mesélnél róla, hogy hogy zártad az évet? Hát ö, konkrétan a szilveszter szabadtéren volt, úgyhogy ö, jól fel kellett pörögni, de egyébként ö, a szabadtéri fellépésekkel még így hidegben azért nincsen bajom, mert sokat mozgok a színpadon, és ö, a vérkeringésem annyira felgyorsul, hogy, hogy bírom. Tehát akkor szerencsés alkat vagy. <laughs> igen, igen. És ugye most jött ki nemrég a Bolondod voltam című új dalod. Mesélnél róla, hogy ez ez milyen érzésekkel töltött el? Hát ez egy ö, olyan hangulatú dal, ami azért nehéz megfogni, mert ugye szakításról szól, de mégis van benne egy ilyen kis bohémság, vidámság, mokázás. Volt az én életemben olyan, hogy szakításkor így nevetésbe torkollott a dolog, mert annyira szürreális volt a szituáció, hogy végül is egy vidám dolog lett belőle, és aztán később újra összejöttünk, tehát létezik ilyen az életben is, valami ilyesmi hangulat van ebben a Volondod Voltam című dalban, amit Bella Mátéval komponáltunk közösen, és Bencsi Kovács Zoltán írta a szöveget, akit a Kita Honey Beast-ből ismerhet a kedves közönség, és egy feature van benne, ugye rajtam kívül még énekel egy hölgy, Eve énekel benne. Amikor a dal készült, akkor elképzeltem magam mellé egy fátyolos női hangot, és több mindenkit így megnéztem, hogy ki az, aki tudná ebben a fekvésben hozni ezt a hangszint, és és ugye a YouTube videók alapján kiválasztottam ívet, akinek nagyon megtetszett a hangja, és utána itt a dalban is nagyon megszerettem, ahogy énekelte. Van, akivel nagyon szeretsz együtt dolgozni, akár énekes, akár mint szerző? Hát Bella Mátéval már második közös dalunk ez. Az első az It Can Be Over volt, és, és, az, az is jól sikerült úgyhogy szeretem azt, hogy a zenéhez hozzááll. Ő egyébként a klasszikus zenéből jött egy picit én is, de én sokkal inkább alapvetően pop zenész vagyok, ő pedig inkább ilyen kortás klasszikus zenész, és szerintem ez a találkozás elég jó, és a... de egyébként sokakkal szeretek, hát például ugye ezt mindenki tudja, hogy Rakoncai Viktorral sokat dolgoztam, dolgozok együtt, úgyhogy azt szeretem, hogyha és közben az ember úgy elengedheti magát, és nem nem tudom, fél megmutatni egy ötletet. Én egy, olyan alkat vagyok, aki a visszajelzést azt ilyen, ilyen szépen becsomagolva szeretem hallani, tehát nem, nem mondja valaki az ötletemre az, hogy te figyelj, ez rossz. Én sem szeretem ezt mondani a másik embernek, igazából úgy szokott egy ilyen jó együttműködés az én esetemben történni, hogy az ötleteket csak úgy dobáljuk kritizálás nélkül, mint egy brainstorming, és, és akkor valahogy kiválasztódik olyan nagyon finom jelzésekkel az, hogy melyik ötlettel menjünk tovább. Mostanában elkezdtem Burai Krisztiánnal is többet dolgozni, úgyhogy én szeretek így kollaborációt, vagy hogy hívják, tehát ez a közös zenélést, és úgy, így dolgozni. Más együtt dolgozni valakivel, mint amikor egyedül írsz dalt? Hát amikor egyedül írok dalt, az általában az gyorsabban szokott menni, mert egyedül akkor írok, hogyha éppen egy olyan állapotban vagyok, hogy valami kívánkozik belőlem, milyen volt mondjuk a bennünk a világ, hogy leültem egy gitárhoz, és, és egy abban a pillanatban, hogy kigurult a dallam belőlem, amikor mással írok, az meg ott meg egy ötletelés után együtt kell, hogy fölvegyünk egy hangulatot, és utána közös fejjel kell gondolkozni, az, egy, az, az jobban egy megtervezett dolog, viszont hosszú távon nem tudom, egy jobb hangulatban van az ember, amikor nem egyedül dolgozik. És ugye mondtad a bennünk a világot, azt ugye a vastag testvérek a, az, az őriz az álmod. ja, felel. bocsánat, őriz igen, az álmod, igen. Igen, az őriz az álmodat, igen, a mester, sok énekelték el. De most, hogyha már belekevertem ezt az egészet, szóval, hogyha amikor dalszírt és zeneszerző vagy, akkor számítasz, az, hogy kinek írod? Vagy, ö, tehát elképzeled, hogy mondjuk, nem tudom, amikor Wolfkatinak írtál, hogy ezt a Wolfkatinak fogod írni, akkor ugye a vastag testvéreknek, hogy ezt ők fogják írni, vagy ez most az én dalom lesz, számít, Persze, ez számít, amikor meg az ember fejében ott van, hogy az előadó milyen, egy kicsit olyankor át kell szellemülni, és át kell változni az az előadóvá. Tehát én amikor a, mondjuk a szerelmét múzdallama jött a fejemben, mondjuk de, 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 de. ez az ív, ez a ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogy egy ilyen videón nézném Wolf hogy elénekli. Tehát a, az ember fejében valahogy egy ilyen képként megjelenik az előadó, is, és akkor látja az egészet maga előtt. Ismerted Wolf itt vagy csak és úgy? És persze, úgy? igen, igen. Uh -huh. Hát belőtte beszéltünk, meg, megismerkedtünk, meg, megnéztem egy csomó videót róla, illetve együtt Viktorral, mert vele együtt írtuk a Szerelemért most. és akkor megnéztük videón, hogy mi a hangfekvése, és mi az erőssége, mik az erősségei, és akkor valahogy megpróbáltuk a, az ő személyiségéből, és a, a, tehát mindenből összegyúrni egy olyat, amit ami a leginkább őt meg tudja mutatni egy abban és egyébként olyan szinte jól működött, hogy a mai napig egyébként az olyan stílus az a világ, ami az volt. Hát az biztos, De. az nagyon nagyon hozzáfűződött. És az ő fejével gondolkoztatok akkor? hogy Persze, ugyanúgy, igen. Legalábbis megpróbáltuk úgy, hogy mi mit gondolunk róla. Hát az uh -huh. ilyenkor lehet, hogy ő más gondol belülről. Volt vétójoga? Persze, persze. <laughs> ezt így ciklikusan írtátok, vagy így összejöttetek, és akkor ez is ilyen brainstorming volt, amit korábban... Mondták. Hát elterveztük ezt a hangulatot, és akkor belekezdtünk így a zenélésbe, és aztán végül a konyhában fejeződött be a dalszerzés, mert közben meghozta Viktor anyukája az ebédet, és miközben megebédeltünk, gyakorlatilag elkészült a dallam. Na hát ez egy kerek-egész történet akkor. És ugye korábban nem említettet, hogy a testílusod az más, mint akikkel együtt dolgozol, de ha jól tudom, akkor klasszikus gitárszakon végeztél. Nem végeztem, de a klasszikus gitárszakra jártam, akkor már volt a VIP, és nagyon szerettem volna arany ezt a falamra, és akkor azon kezdtem el inkább munkálkodni. Ráadásul a karének tanár nem írta alá az indexemet, mert éppen kim az Eurovízión, és kicsit fel is húztam magam rajta, hogy, hogy ugye az országot képviseljük. De hát nyilván így kötődök a dal című műsorhoz az Eurovízió kapcsán, mert ugye itt az Eurovízión is többször voltam, de hogy ugye azért kezdtem el zenélni, hogy az emberekhez eljusson, amit én alkotok, mégis mindenkinek ez a vágya, aki elkezd zenélni, és amikor már így ezen az úton voltam, akkor inkább úgy gondoltam, hogy ezt erősítem, és megyek ezen tovább. És akkor ott a, a, gitározás az így abban maradt? Hát a gitározás az igazából leszűkült arra, hogy amikor dalt írok, akkor ott van a kezemben a gitár, és akkor, akkor pengetem. Meg egy-két olyan dalban, amiben van szolisztikusabb gitárrész, vagy erőteljesebb gitárkíséret, akkor, akkor nem kell a szomszédba mennem, hanem akkor elkezdem én el lejátszani, és tulajdonképpen úgyis az fog végül igazán tetszeni, hogy mondjam, amit én érzek bele, azt le tudom játszani, és, és akkor mindig én játszom föl őket. És ugye neked szoktak lenni, tehát hogyha te játszod föl őket, ugye ezek az akapella videóid, azok is, azok is, elég szép számmal mennek. E, igen, úgy megszerettem, egyébként régen is szerettem az akapella éneklést, aztán beléptem egy akapella csapatba, és hát amíg a tagjuk voltam az, előtt, az alatt, nagyon sok eredményt értünk el közösen. Köztük, amit már említettél az It Can Be Over-rel, a Dal című műsor szuper meneteltünk, és arra azért is büszke vagyok, mert nem csak dalszerzőként, meg hangszerelőként vettem részt benne, hanem hanem a, a koreográfia megálmodásában is. És ez mert... hogy nézett ki? Ez így leültetek, és akkor így elkezdtétek, hogy hú, ez jól hangzik, akkor vegyük föl, vagy, vagy jegyezzük meg? Hát nem, hanem leültünk, és akkor megmutattam nekik, a koreográfiát, és fölvették videóra, és akkor otthon gyakorolták. Tehát akkor koreográfusa is voltál a dalnak. Hát nem igen utána, érzni. igen, utána azért még finomítani kellett magán a, 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 kinézetén. Mivel maga a zene, az ugye csak ének hangokra épült, ezért egy jó ötletnek tartottam, illetve Mátéval, akivel az közösen írtuk, jó ötletnek tartottuk, hogy a hogy emellé még egy rétekként a testdobolás jöjjön be, mert az valahogy úgy jól tud fúzionálni az akapella énekléssel. És most nagyon sok magyar hallgatónak a fejében már ez a kettő így valahogy összefort, és akkor azt gondolják, hogy ez, ami a kapella, az már egy picit testdobolás is, holott ezt, ez, ez csak ettől a daltól lett így. Uh -huh. És amikor a dalokat készítesz, az hogy néz ki? Hát ott ugye meg kell álmodni, hogy mit fogok elénekelni, valamikor mondjuk a timeline esetében ugye a saját szerzeményeket raktam egymás mellé, hogy milyen sorrendben, hogy milyen hangnemben, és akkor elkezdem énekelni, és akkor szólamonként összeáll, úgyhogy a végeredményében egy komplett hatás lesz. Ugye ez egyszemélyes a kapellában, ugye az van, hogy több sávon kell rögzíteni, és akkor egyszerre lejátszani az összes sávot. A videók megalkotásában is úgy nagyon részt veszek most itt a legutóbbinál, ami a, a Star Wars premierre készülés volt, ott én magam vágtam össze. Tehát én csináltam meg azt a trükköt is, hogy ugye a nappalimban ott vagyok sokszor, és hát ezzel elég sokat el kellett szöszmötölni, mire sikerült magamat úgy kivágni, hogy a saját magamat kitakarva is ott lehessek több, többet magam gyakorlatilag. Tehát, hogy igazából ez úgy vizuális képként is, és egy hanghatásban is először ott van a fejemben, és akkor utána azt valósítom meg. Nehezebb ez, mint hogyha gitár, nyilván, vagy hát gondolom én, én nem értek hozzá, de hogy én ezt nehezebbnek gondolom, mint amikor, amikor zenét írsz, és úgy videoklippet forgatsz, hogy nem, nem sokszor kell magaddal, és nem csak magadra kell odafigyelni. Igen, bonyolítja az, hogyha többször kell fölvenni magamat, és akkor ki kell találni, hogy hol lesz az árnyékom, és akkor meg hogy hova nézzek, meg ilyesmi, és akkor az egészet föl kell építeni, olyan szempontból, mikor lépek be. Tehát ez az nyilván egy sokkal bonyolultabb dolog, hát rögzíteni is, mert egy gitáron az ember és rögtön ott van az egész akkord, az ének hangnál pedig egyenként azokat a hangokat föl kell énekelni, nyilván egy macerás és pepecselős dolog, ezért nincsen uh, hetente egy újabb a kapella, személyes a kapella hanem uh, picit így lassabban tudom sepegtetni. De így legalább izgalmasabb egy kicsit, hogy hú, mikor lesz a következő? Hát igen, nekem is. Lesz következő egyébként tervező? Lesz egyébként, igen. Most még csak ilyen gondolati szinten van pár dolog a fejemben, hogy mit lehetne így megcsinálni, ami engem is nagyon izgatna, és akkor majd valamelyiket kiválasztom. Most, most éppen nem a Kapella videón dolgozom, hanem új számokon, mert közben szeretnék úgy rendszeresen mindig valami új popdallal előrukkolni. Na és mik a tervek? Hát szeretnék idén egy új lemezt készíteni, és ebben már vannak is számok, de hát ö, ugye egy lemezen azért egy 12 dal simán elfér, vagy még több is, és azért ahhoz sokat kell ott ücsörögni a stúdióban. Szólóalbum lesz, vagy valakivel együtt szeretnél majd? Solo album, amin hasonlóan, mint most itt a bolondod voltam esetében, amit ugye évvel énekeltünk el, azért lesznek duettek vagy fítek. Uh -huh. És egyéb más program, mint mondjuk, nem tudom, ö, ugye volt a Starban Star, vagy ilyen hasonló műsorok, amikre még úgy készültél, hogy lesz még valami hasonló, amiben láthatunk téged? Hát én nyitott vagyok arra, hogy ilyenben szerepeljek, és szívesen szánok rá időt, hogyha ennyire szórakoztató meg vidám dolog. Én tényleg jól éreztem ott is magam, úgyhogy ö, nyitott vagyok az ilyen kihívások tekintetében. Úgyhogy olyan képzelhető, hogy valamiben fogok szerepelni így. És ebben a műsorban melyik volt a legnagyobb kihívás, amivel szembe kellett néznem? Hát, amin, amin így napokig fogalmam sem volt, hogy mit fogok csinálni, ez a pain volt. Egyrészt amiatt, mert ott egy ilyen filmesztelen produkció volt, a másik pedig a hangszín, amit így napokig egyáltalán nem tudtam megközelíteni, és amikor visszahallgattam magam, mert úgy gyakoroltam, hogy fölvettem, és akkor visszahallgattam, rémisztően nem olyan volt az elején. És olyan jó érzés volt, hogy a végére azért összeállt úgy, hogy sok sokan mondták, hogy megszólalásig hasonlított a hangszín is. Hát, tessék, ha esetleg szeretnél egy újabb a videót, akkor itt a lehetőség, hogy egy korábbi produkció Hát valami, talán visszatérni így, nem térnék vissza erre, de akkor nagyon jól éreztem magam benne. Hát nem is tudom, hogy így rappel egyébként foglalkoznék-e. Azt hiszem, hogy ez ennyi kirándulás talán így elég volt. Hát miért figyelj, kipróbálhatod aztán, ki tudja. Hát jó, ja, lehet, hogy... Lehet, hogy új irányt vesz hangszik. a karriered, ki tudja, sose lehet tudni. Na, alapvetően szerintem egyébként jobban áll azoknak a, a rep, akiknek mély hangjuk van, tehát a beszéd hangjuk ilyen mélyebb, valahogy úgy stílusosabb, vagy hogyha ilyen szőrösebb hangjuk van, ugye a pén esetében ott kifejezetten próbálta mélyíteni, meg fátyolósítani a hangomat, hogy olyan megpróbálja megközelíteni ezt a tónust, de hát Szerintem annak jó, akinek természetesen olyasmi hangja van. És aztán, amikor megnéztem magam, és mondjuk jól sikerült valami, akkor utána nagyon jót mulattam rajta. Én a, az egyik kedvencem a, a karágot volt. Eleve magát az előadót, amikor én Megnéztem videón, akkor nagyon jó derültem rajta, mert tényleg mókása, hogy ezt csinálta régen, meg az, hogy régen ez ennyire így ment, annyira másmilyen, mint ahogy most előadnak emberek. És amikor hogy visszanéztem, és így észrevettem a hasonló gesztusokat, tehát hogy végül sikerült megvalósítanom dolgokat belőle, akkor nagyon boldog voltam, mert tényleg nagyon jókat mulattam rajta. Családodban több zenész is van? Nincs, egyetlen nincs zenész a családomban, tudom már. A nővérem volt nagyon tehetséges így a zenében, és ő egyébként énekelt a operaház gyerekkorúsában, ahol engem nem vettek fel, én amiatt úgy nagyon el voltam keseredve. Tehát én is szerettem volna ott énekelni, pláne, hogy a nővérem már ott énekelt, és akkor ezt úgy nagyon menőnek éreztem, és elmentem egy ilyen meghallgatásra. Beteg voltam, ez mentségemre legyen szólva, és nem sikerült úgy, de hát az, hogy nem vettek fel, attól nagyon el voltam kenődve. És később ilyen színházi fellépésekkel is próbálkoztál? Nem, nem? az nem érdekelt a színház. Hogy úgy, nem vonzott. Úgy, úgy járkáltunk színházba, anyukám szerette, de engem annyira nem vonzott. És most sem nem, Hogyha esetleg kapnál egy felkérést, hogy Hát nem, el? nem annyira. Inkább Lehet, hogy mint, mint kihívás úgy érdekelne, de úgy nem mondanám azt, hogy ez úgy engem úgy kifejezetten motivál, hogy úgy félretegyek mindent. De inkább a koncertek és a fellépések. Igen, is. azért ez teljesen más. Koncerten az ember a, a saját dolgait viszi ki, és hosszú távon én azért azt szeretem, ami valahogy belőlem kijött, és én azt mutassa meg a közönségnek, és, és arra hangoljam rá őket, és e, arra kapjak egy visszajelzést az emberektől. És milyen visszajelzéseket kapsz? Hát általában azért megmozgatom az embereket a koncerten. Amennyire ilyen visszafogott vagyok itt, azért én a, a színpadon ott már nagyon elememben vagyok, én ott azért ugrálok, ott nagyon beleélem magam a dolgokba, és az a hangulat, ami rajtam van, az valahogy átragad a közönségre is. Tudnak inspirálni téged? Abszolút. Én olyankor valahogy magasabb hőfokon égek, és nagyobb energiát tudok közvetíteni. Na, és azt szeretném, hogy megkérdezi tőled, hogy a továbbiakban hogy tervezed? Ugye mondtad a lemezedet, hogy szeretnél egy új lemezt, esetleg videoklip is van, ami kijönne majd. Persze, persze. Klipet ezt készítek most is, így a reményeim szerint a következő két héten belül, úgyhogy... Ez az a videótól független. Ez attól független, Aha. és úgyhogy lehet, lehet nézni a a YouTube csanelemet, meg a Facebook oldalamat, mert jönnek újdonságok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a stúdióban, most pedig szóljon a bolondod voltam, Gergő legújabb dala. Köszönöm szépen, sziasztok! You say